Jó napot, jó estét azoknak, akik a heti Libazsír elkötelezett nézői. Pazarul fogják érezni magukat a következő fél órában, mert hogy Várándi Péter ügyvéd a vendégünk, aki egykori igazságügyminiszter, és akinek a jelenléte a médiában az utóbbi időben elég meghatározó és elég gyakori. És nagyon köszönjük, hogy eljött. Azért fogunk tegeződni, mert egyetemista korom óta ismerjük egymást, és ennek a kedvéért most nem az, a mostani fél óra kedvéért nem váltunk magánzatásra. Nem mossa el az előző évtizedeket. Én magázodni fogok. Igen. Ahogy gondoljátok. Így szoktuk meg. Vagy ha akarod én is, de akkor téged nem, is. Nem. Én azt szeretném kérdezni, hogy még mindig nem használ papírzsebkendőt, hanem csak nem. Anyagból készül, és még mindig van. Használok papírzsebkendőt, csak törlegetésre. És még mindig vannak monogramos ingei? Hát azok már hogy ne lennének. Persze, hát miért ne? Most nem fogjuk levetkőztetni. Az a helyzet egyébként, hogy én a te könyvedbe beleturkáltam, mert az ismerettségetek onnan ered, hogy téged érdekelt Bárándi Péter, és írtál az ügyvédekről egy könyvet. Írtál a téged érdeklő ügyvédekről egy könyvet évekkel ezelőtt. Termékmegjelenítésnek ez már nem nagyon számít, mert már szerintem rég nem lehet kapni. De lehet, de több kiadást. Igen, akkor termékmegjelenítés, és hogy ebből a könyvből is megtudhatják, amit én egyébként az életből tudtam meg, hogy Bárándi Péter a hibátlan minőségű batiszt zsebkendők elkötelezett kedvelője, úgyhogy nekem most kint van a táskámban két fehér batiszt zsebkendő is, hogy hát, ha orrot kéne fújnom, de nem hoztam be a stúdióba egyiket se, úgyhogy ez csak azért nagyon azért azt erősen. Hiszem, nem, szóval ez nem a lényeg. De tényleg ez nem a lényeg. Hát ezt mint hangulatot örököltem otthonról, hát ennyi. És továbbadtad? A gyerekek? Igen. Textil zsebkendő vonzásúak? A Gergő is. Igen. Elegáns. Azt hiszem, meg a Zsófi is. Igen. Hát a Zsófi köteles elegánsnak lenni, bírónő ez. De a gyerekkorában nem akkor született ez az eleganciához való kötődés. Hát azért ott a gyerekkor egy elég zavaros időszakban volt. És hát, ahogy írtam a könyvbe, szóval ebatta kölyke is volt Bárándi Péter. Minden férfi azt mondja, hogy nagyon ebatta volt gyerekként, ez egy macsó dolog, de az akkor az valóban ugye nagy képet tekintve nem az elegancia kora volt, viszont azok a családok, amelyek valami ilyen szférából, vagy ilyen szférában gyökereznek, azok a kis eleganciáikra nagyon óva vigyáztak. Egy-egy bútordarab, vagy valami, egy kép, ami megmaradt. Szóval az áthidaló eszköz volt a múlthoz, és remélték, hogy a jövőbe vezet. Szóval, és a jelent az valahogy éljük túl. Hát vannak meg ilyen korok. Zárójelbe tették a jelent. Igen, vannak ilyen korok, ezek ismétlődnek is, igen. Most is kezdődik egy talán. Most is valami ilyesmi korban élünk, igen, hogy nagyon sokan azt gondoljuk, hogy van egy híd, és akkor annak van egy pillére valami jó időszakban, és majd lesz egyszer. Hát az irodája az szóval híven tökrezi azt, hogy mennyire szereti az ilyen klasszikus. Az egy közös ízlés, szóval nem akarom azt vindikálni, hogy az csak az én ízlésemet tükrözni, akik alapítottuk azt az irodát, ezt a tárgyi világot gondoltuk olyannak, ami azt tükrözi, hogy ez az iroda, ez egy megalapozott, stabil valami, aminek van múltja és van jövője. Ezt a tárgyakkal ki lehet fejezni azért. Miután ez a műsor, ez nem egy kifejezetten szakirányú műsor, ezt akik nézik, tudják. Nem fogjuk a jogot boncolgatni, de mostanáig is akörül kergetőztünk itt veled, hogy te egy rendes uri ember vagy, mert egy rendes uri családból származó fickó vagy, aki egyébként ezt nagyjából, azt a tartást, amit otthonról hozott, azt a környezetében újra termelte, hát én most akkor kimegyek a stúdióból. Ez jelenlétileg sok szerintem az embernek. Szerintem ez nem kell. Ez nem, de mi nagyon
sokféle emberrel találkozunk, azért, mert az volt a foglalkozásunk, hogy sokféle emberrel találkozunk, és az ilyen született úriembereket, azokat megünnepeljük, nem szoktuk olyan nagyon a... De hát lehetőleg a háta mögött kell szemben. Jó, de azt gondoltam, hogy speciál, jön a kérdés meg az értelme, tehát hogy miért udvaroltam mostanáig, hogy te egyébként egy baloldali kormányban voltál miniszter, minden, amiben fölnőttél, minden, amit a megjelenéseddel megvalósítasz, az sokkal inkább konzervatív. Tehát, hogy más outfited van, mint ami azonosítani a téged az elveiddel, vagy a nézetrendszereddel. És akkor még kiegészítem azzal, hogy az úriemberséghez az is hozzátartozik, hogy amikor azt a miniszterelnököt, aki magát kinevezte, leváltották, megpucsolták, lehet választani a különböző kifejezések között, akkor fölállt, pedig nem kellett volna. Nem váltottak itt le egy miniszterelnökre, csak lemondott a miniszterelnök, de ez most mindegy. Csak ha most azt a kormányt nézzük, akkor hát abban olyan figurák voltak, mint a Görgei Artúr, aki Gábornak nevezte magát, ugye íróként, de attól ő még Artúrnak született, a Magyar Bálint, szóval nagy családoknak, családok gyerekei voltak. Jó pár olyan ember volt, de hát akár a Judit, ugye az egészségügyi miniszter, hát ezek emberi jó jelenségek. Igen. Jó volt velük együtt lenni. Hát az kevés kormányban képzelhető el, azt hiszem, hogy egyszer az Artúr bejöttünk ugye a kormányülésre, és azt mondta, hogy bocsánat, ma a Bálintnak születésnapja van. Én írtam valamit, azt felolvasnám. Ugye, szóval azért egy ilyen társaságban nem érzi az ember rosszul magát, habár az egy baloldali politikai erő állt mögöttünk. De hát semmi esetre sem lehetett azt azért már egy kommunista politikai erőnek, bármit mondanak is most rá. Hát azért az SZDSZ, ha szemben is álltak sok mindenben egymással, és ezért tartott ilyen rövid ideig az a kormány, 2,5 évig a szembenállás miatt, de az SZDSZ, akkori MSZP, akkori SZDSZ-re nem lehet azt mondani, hogy ők valami proletár hatalmat képviseltek volna, hanem egy liberális világképet hordoztak azért jellemzően. Egy jó menő ügyvédi hivatást, praxist hagyott ott, hogy miniszter legyen. Végül is szeretett miniszter lenni? Igen. Miért? Jó volt. Hát részben a társaságról már beszéltem, hogy volt ott egy elég jelentős számú ember, akivel jó volt együtt lenni, és hát azt a foglalkozást tudtam folytatni, ami addig is az enyém volt, és most is az enyém, annak egy másik megközelítését. Ugye örököltem egy ragyogó házat, az igazságügyminisztériumot, ha most a fele benne lenne, az egy nagy öröm lenne. Szellemileg úgy érted? Igen. Képzettségben, szellemileg egy ragyogó társaságot, és hát ennek a társaságnak a segítségével a jognak egy másfajta művelését végezhettem. Ugye nem az alkalmazást, hanem a jogalkotást, ami egy nagyon komoly ismeret, most látjuk a hiányát, hogy milyen komoly ismeret az, most hiányzik. Ugye hát most nem jogalkotás folyik, akkor azért az folyt, most ilyen szabályokat dobálunk bele az éterbe, aztán azok vagy el vannak, vagy nincsenek. Vagy ellent mondanak egymásnak, vagy nem, vagy ellent mondanak az alaptörvénynek, vagy nem, vagy ellent mondanak a nemzetközi kötelezettségeinknek, vagy nem. Úgy egerészünk benne. Jól fogadták a minisztériumban, szóval? Ügyvédként ez egy valóságos kérdés, mert nem tudom, hogy ha ügyészként mentél volna oda, akkor másképpen fogadtak volna az ügyvédekkel kapcsolatban. Nem tapasztaltál semmilyen fenntartást? Ugyan te egy nagyon híres ügyvédcsaládnak voltál akkor a középső tagja, amikor oda mentél, édesapád élt. Nem tapasztaltam ilyet, aminek az is oka volt, hogy a minisztériumnak nagyon, a minisztériumban dolgozók közül nagyon sokat ismertem. Ugye hát ott vannak és voltak bírók, ügyészek, akiket oda berendelnek,
hát őket ismertem tárgyalóból, innen, onnan, konferenciáról, egyetemről, tehát azt lehet mondani, hogy a felete, tényleg csak a villanykapcsoló helyét kellett megtalálni, az ott dolgozó embereknek a nagy részét ismertem. Valahonnan, vagy hogyha nem személyesen, akkor a munkájukat, nekik is lehetett azért valami benyomásuk rólam, tehát én semmi, hogy mondjam, kitaszítottságot vagy idegenkedést nem éreztem. Aztán azt gondolom, de hát ezt minden főnök így gondolja, hogy sikerült kifejezetten jó kapcsolatrendszerbe belekerülni ott, és miniszterként a jelenléted nem okozott diszkomfortot. Én úgy éreztem, és mondjuk most már majdnem két évtized múlt el, akikkel találkozom, vagy amit visszahallok, az talán nem cáfolja direkt módon ezt a manapság én érzésemet. Van ilyen 5 milliós miniszteri fizetés, akkoriban nem hiszem, hát akkor volt. Olyan kevés volt az érdekes, hogy valamelyik első kormányülésen mondtam, hogy akkor én most mondanék valamit, hogy ezt a fizetést, ezt emeljük meg, mert nem hiszik el róla, majd nem vagyok korrupt. Mert ebből a fizetésből nem, hogy miniszterként nem lehet megélni annak a külsőségeivel, hanem úgy egyáltalán nem. Azt hiszem, akkor valami 200 ezer körül volt a bruttó fizetés. Tényleg az vetődött föl, hogy azért addig, amíg az ember egy ilyen státuszban van, addig nem mehet beebédelni egy normális helyre, harmadosztályú helyre. Az első osztályon ott meg elkölti két ebédre ezt a fizetést, tehát utána méltán merül föl, hogy hát miből ment el harmadszor, szóval. Egyébként az külön vicc, hogy amikor ügyvédkedik, ebben az elegáns ruhában, öltönyben, zsebkendővel, bemegy a Tátra utcai. Persze, hát az egy más státusz. Hát, te hentes üzletben, és persze. Ott az emberekkel eszi. Na jó, de hát az nem csak én megyek be, hát bemennek oda jelentős írók, művészek, akiknek szintén az egy nagyon jó pár percük ott. És az semmi, de amikor egyszer lekísért engem az autómhoz az ügyvéd úr, akkor megszólította ott egy egykori védence, nem emlékszel, és az kiderült, hogy egy rendes emberöléses fickó volt, aki már addigra szabadult, és akkor pár vidám mondatot váltottatok egymással, mert téged ezek kedvelnek és leszólítanak. És utána biztos ki, van, aki nem kedvel, de hát az ugye egy határátlépés megszólítani valakit, úgyhogy utálom. Tehát az mindig egy félrevezető dolog, ha az ember az utcán megy, és mondjuk ismerik az arcát, hogy hát engem csak olyanok szólítanak meg, akik csak dicsérnek. És hát persze, mert az nem egy határátlépés. Az neki is egy kellemes pillanat. Aki utál, és biztos, hogy van egy csomó ilyen ember, hát az azért úgy meggondolja, hogy most átlendüljek én ezen a gáton, vagy ne lendüljek át. Okozzak magamnak is egy rossz pillanatot annak érdekében, hogy a másik is rosszul érezze magát. Szóval... Ma is vállal ingyen ügyeket? Hát... Ez hozzátartozik az ügyvédséghez. Persze. De nem kötelező, csak nem kötelező, de ez hozzátartozik. Hát tulajdonképpen az, hogy az irodában sokan kirendelést is visznek, hát az is ingyen van, mert jó, ha a költséget fedezi a kirendelés. Ez a kirendelt ügyvéd. Persze. És azt tudom, hogy ugyanolyan rendesen csináljuk, mint az megbízás lenne. Igen, hát az miért? Hát egy orvos is azt gondolom, hogy ezt köteles megtenni. Ezt Kati, te tudod. Hát... Persze, csak azt akartam, én nem az ingyen ügyekre kérdeztem rá, hanem hogy nekem az volt a meggyőződésem onnantól kezdve, hogy miniszter voltál,
hogy a konkrét szakmától az érdeklődésed elfordult a társadalmi ügyek irányába. Egy ügyvéd akkor is a társadalommal foglalkozik, amikor éppen a saját hivatását gyakorolja. De valamire azt gondoltam, hogy a makró jobban érdekel már. Aztán, amikor visszamentél ügyvédnek, akkor egyáltalán nem az volt az érzésem, hogy téged a saját foglalkozásod nem szórakoztat ugyanúgy, mint a miniszterség. Tehát, hogy gyakorlatilag neked minden jó, olyan értelemben minden jó, hogy ügyvédnek lenni pont olyan jó, mint miniszternek lenni, mert még mindig érdekel a büntetőjog? Vagy most már inkább tanítasz, felügyeled azt, hogy rendesen menjenek a dolgok, az irodád jó hírét fényesíted, vagy csinálsz még ügyeket, mert kedved van rá? Persze, van kedvem, és csinálom. Mind a két tendencia együtt igaz, mert viszem a klasszikus ügyvédi tevékenységet is, és érvényesül az a tendencia is, amit körülírtál. Persze az megint itt is kell, hogy olyan munkatársai legyenek az embernek, akik képesek azt nagyon jó színvonalon tenni, amit én nem teszek. Tehát ugye az volt a legszebb ügyvédi munka, amikor a 32. kerületi rendőr kapitányságon folyó eljárást ott elkezdtem, és a legfelsőbb bíróságig végigcsináltam. Na most ez ma már úgy nem adatik meg, ez nem fér bele. Tehát a 32. kerületbe kimegy valamelyik munkatársam, ha az olyan, hogy tudom, hogy barom jól csinálja, és tudom, hogy barom jól csinálja, és akkor valahol én is kapcsolódom ebbe a folyamatba. De szupervízorként inkább, mint tárgyalótermékként? Nem hiszem, hogy erre törekszem, arra törekszem, hogy beszéljük meg. Kérdezek egy nagyon furcsát, hogy ugye egy csomó ügyvédről nem lehet tudni, hogy jobboldali, baloldali, liberális. Hát az önvilágnézetét lehet tudni. Megkeresik olyanok, akik pont az ellenkező világnézetet preferálják? Ez egy érdekes dolog, és ez inkább a makróhoz tartozik. Amikor rosszul állt a Fidesz, és úgy tűnt, hogy hát elképzelhető egy váltás, akkor egymás után és ettől egymástól függetlenül, de mit tudom, egy kéthetes perióduson belül, fölkeresett két Fidesz gondolatvilágához közel álló nagyobb bacska vállalkozó, hogy eljöttünk, csak azt akarom, hogy ismerkedjünk meg. Nincs ügy, csak tudjunk egymásról. Hogyha esetleg lenne ügy. És mondta, hogy viszontlátásra, és kedvesen elmentek. Egyébként két... Ez egy örkényi történet. Két szimpatikus... Mi? Elkávézgattak, és aztán hát meg. Semmi, bejöttek az irodába, még nem is kávéztunk. Azt mondták, hogy ismerjük meg egymást. Óriási. És hát sajnos azóta sincs, nem sajnos, ez sajnos visszavonva, azóta sincs szükségük büntetőjogász segítségére. De nem, ők nem feltétlenül arra gondoltak, ez nagyon, ettől volt jó a jelenség. Ők nem arra gondoltak, hogy itt vagyunk mi két jelenleg erősen védett bűnöző, és ha megszűnik a védelem, akkor majd ne a Rácsnál ismerkedjünk meg. Nem. Azt mondták, hogy hát ismerkedjünk össze, hát a világ változik. Ügyvédre szükség van. Szüksége lehet. Szép. Jó történet. És itt akkor gondolhatunk bármilyen ügyekre, ugye? Nem feltétlenül arra, hogy... Hát tényleg, ezt most komolyan mondom. Hogy nem azzal jöttek, hogy nekünk annyi vaj van a fejünkön, hogyha a napra süt, akkor biztos, hogy büntető védőre lesz szükségünk. Aha. Nem. Mit lehet tudni? Igen. De ez egyébként nekem nagyon imponál, hogy kiválasztottak téged a szaktudásod alapján. Persze. Mert nem hiszem, hogy egyébként... Gondolom, hogy másutt is megjelent valaki más. Világnézeti vitapartnerre vadáztak, nem, és nem, azért nem. Nem is arról beszéltünk. Aha. Az irodában a munkatársait hogy választottak itt? Tehát ez... Hát a jelenlegi legközvetlenebb munkatársaim azok ott voltak jelöltek.
Saját nevelésű partnerek születtek? Igen, akikre szokták mondani, hogy már kinőttek a markomból. Persze, hát ez a helyes. De ők jelöltek voltak, meg hát még van ott kollega, akivel együtt alapítottuk az irodát annak idején, 93. januárjában. Igen. Most, hogy a jelöltek, azok hogy kerülnek oda? A jelöltek vagy úgy kerülnek oda, hogy valamelyik, hogy mondjuk az egyetemen kinézed magadnak tanítás ki lehet közben? Nézni, vagy úgy, hogy valaki olyan ajánlja, akinek a véleményére ad az ember, vagy úgy, hogy egyszerűen jelentkezik gyakornoknak. A gyakornok saját magától? Igen. És akkor azt vagy megszeretjük, vagy nem. Tehát jelenleg is van olyan jelöltünk, aki gyakornokként került oda egy ajánlás folytán. Vagy ez ő ajánlás folytán, milyen szerencsém van, eddig nem szólalt meg a telefon, most kikapcsol. Ja. Szóval, igen. De nem, ki van. Szóval a gyakornoki idő az egy nagyon jó szűrő, hogy milyen személyiség. És személyiségre hajtasz inkább, vagy arra, hogy ki mennyire felkészült? Tehát hát mi a azért fontosabb? A kettő az összefügg. Úgy tudom persze, hogy felkészülés nélkül lehet valaki bármilyen. Egy jó személyiség az azért, ha elmegy egy munkahelyre, akkor én azt gondolom, hogy a személyiségébe beletartozik az, hogy azt jól akarja csinálni. Tehát ez azt hiszem, hogy egy olyan korreláció, ami elég szoros. A tanítványai közül, akik például politikusok lettek, vagy netán máshol ügyvédek, sok csalódás értett? Tehát akiben nagyon hitt, és... Hát a politikában van olyan, akinél a politikai működése és a túlzott puhasága, azt én nem néztem ki belőle, amíg diákként megismertem, és azt gondoltam, hogy lesz belőle valami. Aztán nem lett. Az nagy csalódás, szóval persze, szomorú persze, lesz tőle? Persze, hát persze. Hogyne. Akkor most jön az a része ennek a beszélgetésnek, ami a néhány szót a családról fejezet címet viseli. Ez egy dinasztia a tietek, mert hogy édesapád egy nagyon, nagyon híres ügyvéd volt, és épp hogy te is nagyon híres ügyvéd lettél, amikor kiderült, hogy a két gyerek is jogi pályára megy. Az első feleséged is jogász volt, a második feleséged is jogász. Ügyvéd, ugye? Tehát, hogy gyakorlatilag mindenki ügyvéd a te környékeden, vagy nem ügyvéd, de ügyvéd. Van egy bírom. És a Zsófi bíró. Igen. És eredetileg az első feleséged is így bíró van, volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ilyen paragrafusmentes személyes kapcsolatod neked életedben nem is nagyon volt. Dehogy nem. Igen? Dehogy nem. Hát a barátaimnak a nagy része kiugrott jogász például. Nem, többek között a férjed. Igen. Azok orvosok. Persze, van nekem lelkésztől kezdve, orvoson keresztül mindenféle foglalkozású. Barátom, az biztos, hogy ha most így végig gondolom, nem tettem, de ha most így végig gondolom, akkor mindegyikben megvan természetesen ugyanaz a társadalom iránti érdeklődés, ami valószínűleg az én gondolkodásomat is vezérli. Ez most nem pozitív vagy negatív, ez egy érdeklődési terület. És akkor szépen belehajszoltad magadat önként abba, ami most következik, hogy a fiad politikus volt, jogászból, tehát hogy a te fantasztikusan működőképes ügyvédi és nagyon híres ügyvédi irodádnak a védett puhaságából kikalandozott politikusnak. Ráadásul baloldali politikus lett belőle egy rövid időre, és én azt vélelmezem, hogy akkor ti édesapád garantáltan nem volt elragadtatva, de tulajdonképpen te is jobban örültél volna, ha ügyvéd marad. Miközben a társadalmi érdeklődése az valószínűleg genetikailag át lett küldve a gyerekbe. Persze. Egyrészt most
kérdésen nem illik kötekedni, de egy ügyvédiroda az nem egy puha fészek, szóval azért ott aki bent dolgozik, az élet mély bugyraival sarkos szituációkban találja magát egyik pillanatról a másikra. Én persze jobban örültem volna neki, hogyha tovább ügyvéd. Ő azt mondta, hogy én nem kérhetem rajta számon, mert én is nézzem meg, mit csinálok. Ez igaz. Én azzal védekeztem, és ezt a védekezést ma is fenntartom, hogy jó, de el kell tölteni annyi időt a civil világban, hogy az embernek legyen mire állni. Tehát, hogy ne homokra építkezzen, ha már származunk egy ilyen szimbólumokban beszélünk. De szóval azt gondolom, hogy az homokra építkezik, aki nagyon gyorsan a politikában akarja megtalálni a karrierjét és az életét. A civilség azért ennél stabilabb. Szóval... Tehát, hogy a te politikusi ideálod az, hogy valakinek olyan kikezdhetetlen egzisztenciája legyen, mielőtt politikára adja a fejét, amelyik lehetővé teszi, hogy ingyen politikus legyen. Hogy nem megélhetési legyen. Semmilyen kísértésnek és semmilyen egzisztenciális kényszernek soha többet ne legyen kitéve. Mert azért ez nagyon behatárolja, hogy ki mehet politikusnak. Szóval nem biztos, hogy ez egy igazságos elvárás a fiatal kapcsolatban. De az azért egy nagyon nevetséges szituáció volt, amikor megszűnt egyik pillanatra a másokra a szocializmus, és akik kikerültek a politikai csoportból, azok azt vették észre, hogy hiába kaptak soron kívül egy 1500-as ladát, de kivezeti. Szóval ez egy borzasztó kiszolgáltatottság, és egy olyan kiszolgáltatottság, ami megalkuvóvá tesz. Tehát az, hogy én azt mondhassam, hogy legalábbis én azt gondolom, hogy ez kell ahhoz, hogy ne legyek kiszolgáltatott, ne legyek megalkuvó, hogy mondhassam azt, hogy oké, akkor lekergetem a pókot az asztalról, amit ott hagytam, és akkor visszaülök oda. És nem döglöm éhen, és nem vesztem el az egzisztenciámat, és egyébként is az egzisztenciám az nem abból származik, hogy pár percre miniszter, vagy államtitkár, vagy mi a nyavaja vagyok, hanem inkább azért fogadják el, hogy én miniszter, államtitkár, vagy mi a nyavaja vagyok, mert addig is voltam valaki abban a szakmában, tehát ráadásul ne vasútügyi miniszter legyen valaki, aki addig, mit tudom én, polgári ügyeket vitt a bíróságon. Oké, de ez egyébként szóval vitatott, tudod? Vitatott. Most azt mondják, hogy ez egy én a saját szakma. Felfogásomat mondom, és azt hiszem, hogy ez a felfogás egy ilyen demokrácia hiányos földön, amilyen a magyar föld, ott ez indokolt. Azt el tudom képzelni, hogy a franciáknál vagy hát most éppen az angolok bohócot csináltak magukból, de két évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy vagy az angoloknál. Egyre kevesebb a jó példa egyébként. Igen, az egész világon egy negatív tendencia uralkodik, ha a politikusi szín, nem a politika, nem csak a politika, hanem a politikusi színvonalat nézzük. Szóval bohócok vannak, meg leépült emberek, szóval az egy ünnep az embernek, hogyha Olaszországra néz, és azt mondja, hogy na hát ott legalább, ha idős is, de egy vitathatatlan értékű ember a miniszterelnök. Nagyon kevés ilyen országra tudok most nézni. És Olaszországban is ritkán fordul elő. Hát általában. Ez valamilyen ilyen csoda pillanat volt, amikor hülyék marakodásából egy jó megoldás egy kiváló megoldás került ki győztesen. Sajnos, ugye ez életkor, nem lehet azt mondani, hogy akkor most a következő évtizedek erre a jelenségre épülnek majd. Az az érzésem, hogy akik téged ismernek a képernyőn keresztül, és képük van arról, hogy milyen elveket képviselsz, hogyan szoktál megnyilvánulni, azok téged egy ilyen angol száz típusú úriembernek mérnek be. Én azt érzem, hogy te sokkal lazább vagy, mint amilyen voltál 15-20 évvel ezelőtt, direktebb is vagy,
Tehát, hogy sokkal, sokkal körülírtabban véleményeztél dolgokat, mint amit mostanra sikerült belőled előhozni. Nem most ebben a beszélgetésben mondom, hanem a nyilvánosság előtti szerepléseit sokkal direktebben. Ha így látod, biztos így van, mert kívülről könnyebb ezeket felmérni. Egy ezt ember. Úgy hívják, hogy szabadság, és ez érződik. Valószínűleg az embert a tapasztalatai afelé hajtják, hogy egy kicsit direktebb módon fogalmazzon. Jó, szóval ez lehet, hogy a nagy képűségnek az alapja persze, de kialakul az emberben az érzés, hogy biztosabban tud megítélni dolgokat, uh-huh. mint 30, 40, 50, 60 évvel ezelőtt. Na és jó, hogy ezt most itt tette meg nekünk, sajnos lejárt az időnk, de jó volt ezt a Bárándi Pétert hallgatni. Nagyon keveset beszélgettünk a családról. Mitől hatolsz meg? Mondjál már egy mondatot. Jó neked az, hogy például van egy remek unokád? Sőt, hát én úgy tekintem, hogy négy van összesen, ugye, mert a második feleségem van. Persze. Három nekem van, vér szerint egy, de hát azért ez egy fészek alja. Persze. Hát az ember... mint a sámán látja a jövőt egy kicsit. Jó, hát akkor minden esetre köszönjük szépen, hogy itt voltál. Bárándi Péter volt igazságügyminisztert, ügyvédet hallották, és Libazsír is lesz majd előbb-utóbb. Hát te jövő héten már szabadságon vagy. Én egy kicsit elmegyek szabadságra, viszont akkor kárpotlásul rengeteg hogy vant fognak látni a Libazsír helyet, ugye? Jól gondolom? Így jól, nagyon, legjobban. Úgyhogy akkor szórakozzanak jól Katival, és egyszer majd felbukkanunk újra ebben. Ha nem vigyázunk, visszajön az én barátom. Igen, én is remélem. Bár nem tudom, hogy a Katával mi lesz, de ezt most nem beszéljük meg. Ja, hogy hárman ültek most itt Kata. Ja, mi itt két Kata igen. vagyunk, és van egy másik, egy harmadik fontosabb Kata nálunk, ami most éppen le van. Hát vagy korban. Legalábbis botrányos. Egy botrányos, igen. Jaj, köszönjük. Köszönjük szépen. Az itt létet, és akkor szépen. Viszontlátásra önöknek meg a figyelmet köszönjük.